Kedves barátaim, a Babmecia Traktátus 84-es lapja következik, és a 83-as lap végén tartunk. Ma reggel egy kis felfrissülés lesz, folytatjuk a sztorizást. Lehet, hogy ez a Kálmán és a Gábor tiszteltére van, aki most értek vissza, hogy ne a mély vízbe essenek hirtelen. És... A történet közepén hagytuk abba, debi lazarról volt szó, aki, akinek a története nagyjából arról szólt, hogy a király, a hatalom megbízta, hogy nyomozóként dolgozzon, és kapjon el, és füleljen le, és tartóztasson le tolvajokat. A probléma az, az volt, hogy ez teljesen teljhatalmulag csinálhatta, és a rabika szemére vetették, hogy hát tulajdonképpen teljesen teljhatalmulag bizonyítékok, valós bizonyítékok nélkül adja át ezeket az embereket a hatalomnak, akik elítélik, elítélik ezeket. És ebben volt egy történet, hogy egyszer valaki Beszólt Rebeli Lazarnak, Rebeli Ezzernek, és erre nagyon mérges lett áll, és kiadta őt, mint egy tolvaj. Az illetőt felakasztották, és egy kicsit lelkismert furdalása volt Rebeli Lazarnak, és és aztán azt mondták neki a többiek, hogy hát ne legyen lelkismert furdalása, mert ez az illető, aki itt szemtelenkedett veled, az egy bűnös alak, ő és az apja együtt megerőszakoltak egy eljegyzett fiatal lányt jomkipúr napján, tehát megérdemli ezt, amit kapott, megérdemli a, az akasztást. Lázár azért nem volt teljesen nyugodt, mert azért még mindig egy volt egy kis lelkiismeret furdalás benne, és innen folytatjuk egy eléggé ezoterikus, vagy nem is ez a jó kifejezés, eléggé Um, hát igen, talán ez a, ez a legjobb kifejezés mégiscsak. Um, és ezoterikus és egzotikus történet következik, folytatásos történet. Na a hachilai ennek dacára nem volt nyugodt Rabi Lazar, hogy hát tényleg, um, tényleg nem ártatlanul ítélte -e el ezt az illetőt és ki akarta próbálni, hogy ha meghalna most, akkor járna neki égi büntetés, vagy sem. Most euh, ugye a zsidó hagyomány szerint azok a cádikok, akik nem követtek el bűnt, akkor eltemetik őket, a testük nem bomlik szét. A férgek nem, nem férnek hozzá a testükhöz. De az, azzal ki akarta próbálni, hogyha ő most meghalna, akkor a férgek hozzáférnének a testéhez, vagy sem. kül jó számú de Sintha, ve le de sása, ve Karulle le megitatta megítatta magát egy ilyen mély álom gyógyszerrel, tehát mély altatásba vitték, és felvitték egy márvány szobába. Ez a márvány szoba, ez már korábban fölmerült, ez volt a korabeli steril szoba, ahol műteni lehet márvány szoba az azért van, mert nincs rajta ablak, nincs rajta nyílások, a bacillusok nem tudnak bejönni. A csináltak, kérem szépen, egy, hogy mondják, ezt a zsírcsapolást csinál, azt mondják, zsír, Leszívál. na egy zsírleszívást csináltak neki. Karulek részei fel, felvágták a hasát, havu mapkuminei, di kulle, di kulle de tárba. És mivel egy jó kövér ember volt Rabbi lazar, kiszedtek több kosárnyi zsírt a hasából. A zsírt kirakták a nyári hónapokban, két hónapon keresztül a napra. És a zsír nem lett büdös. Koltárka nem szarja. Szerintem, mondtam, csak kezdjük ott, hogy a zsír az soha nem válik büdössé. Tehát akkor ebben még semmi kunc nincsen. Azt mondja, kol tábila is szerehéjáh, sürájk a szumki Szóval igazad van, a zsír maga nem lesz büdös, de azok a kis hús és vérdarabok, amik a zsírban vannak, azok büdössé válnak. És az ő esetében, ha káfa gáb, de ikasúr az ő esetében annak kell, hogy voltak ilyen vörös hús és vérdarabok, mondtam, hogy exotikus lesz, a, zsírban, azok nem váltak büdösé. Most ebből mit, milyen következtetés font le Rabbi Lazar? Hogy ő rendben van, ő egy szádik. Miért? Mert hogyha nem lenne szádik, akkor a halála után ugye elrohadna a teste. Itt látszik, az ő teste nem rohad el, tehát akkor az teljesen van. Karjánav se is niskene vetach. Azt mondja, na, az én húsomról mondja azt a zsoltárok, a 16-as zsoltárban, húsom is örökre nyugszik. Ábrábi Ismárbarábi Jészi, háveki hájmász, háve És adéj! Ismárbarábi is volt egy hasonló története. Ővelek is volt egy hasonló története, ami arról szólt, hogy hát őt is rákényszerítették, hogy ilyen besugó legyen tulajdonképpen, tehát egy ilyen nyomozónak neveztük, de, de besugó, aki uh, tolvajokat ad át a hatalomnak. és egyszer Illés próféta Találkozott vele, amélé, masszáját, a mőszer, amélé, süllyaulá, előkénuláriga, azt mondta neki, meddig fogod még önkényesen átadni népünk fiának, gyermekeit a halálnak? amely mai ábit? Hát mondod, de Malkohu? Azt mondta neki, mit tudsz csinálni? Ez a király akarata, nem tudok ezzel ellenszegülni. Amélé, a vuch arra asszia át a lutkja, azt mondta neki, várjál csak. Az apád is volt már ilyen helyzetben. Ő Ázsiába menekült. Te menekülj Lutkiába. Menekülj el! Nehogy már besugol egy azért mert nincs más választás. Háven Máklére, Bismarre, Bécsere, Bilazorra, Bisimébe, háde Talmud elmondja, hogy itt nem csak ebben volt hasonlóságra Bismarre és Röbi Lazar között, hogy mindketten ilyen kényszerbesugók voltak, nyomozók, hanem másban is. Mind a ketten nagyon kövérek voltak, és amikor egymáshoz nagyon furcsa történet jön amikor egymással szembeálltak, és a hasukat egymásnak szegezték, akkor have Ayel Bakra de Turibinájú, Vilói Haven nagybejú, akkor a hasuk alatt képződött egy ilyen ö, kapu, tehát hogy olyan, olyan, olyan kövérek voltak, hogy a, és az alatt át tudott menni két ökör, anélkül, hogy érintette volna a hasukat. Amről lejú a hímatra látta ezt egy helyi arisztokrata nő, azt mondja, na ilyen kövérek vagytok, néhem én nem se akkor kizár dolog, hogy gyermeket tudjatok nemzeni, mert nincs hozzáférés a dolgokhoz. E, úgyhogy biztos, hogy a fiaitok nem, nem a tieitek. Kapaszkodjunk meg. Amrula, Amrula, se lehen, mi se lanu. Azt mondták neki, Tudd meg, hogy a feleségünk hasai, feleségeink hasai még nagyobbak. Azt mondta neki, kosekén, akkor ezt meg meg pláne? Nincs mire, nincs a hozzáférni. Ike dámli haki amrülé, ki is asszony, Ike dámli amrülé a hávadai hekszabasszai. Mit válaszoltak neki erre? Aztán figyelj, írva van, amilyen a férfi, olyan az ereje. Ez jó, lehet, hogy nagy darabok vagyunk, de nagyobb az erőnk, tehát képesek vagyunk mégiscsak hozzáférni a dolgokhoz. A másik azt mondja, hogy azt válaszolták nekik, az van írva, a hávadai hekszabaszar, a vonzalom, a szeretet, a szétnyomja a húst, szó szóval szerint. Szerintem, hogy összehozzuk valahogy. Őrület. Lama léla maxi váltán ki szilkevlasz. Azt mondta, hogy nem is értjük. Miért kellett nekik egyáltalán ebbe a párbeszédbe belemenni ezzel az arisztokrata nővel? Hát az van írva a példabeszédekben, ne válaszolja a bolondnak a bolondsága szerint. Tehát most a hülyek, ke nem állsz levitatkozni, nem? <gül> <gül> azt mondta neki, azt mondja, hogy le, le, hogy lázad nejem. Azért, azért, hogy senki ne mondja, nehogy elterjedjen egy ilyen pletyka a fiaikról, a gyerekeikről, hogy azok nem is az ő gyerekeik. Amire ugye ivrei kapaszkodjunk meg, Amire a Ihanan ivrei Drebis, Mabrebi, Észi, Kehemez, Bász, Tisza, Kábi. Most arról lesz szó, hogy a Bismol, de de milyen méretű volt a nemesebb testrésze. Azt mondja, azt mondta de de a Bjaisinak, a Bismol, a olyan nagy volt, hogy kilenc kávot tudott magába foglalni. Kilenc káv, azt mondja, hogy egy káv az... Hogy van egy káv, azt hiszem, hogy 1,3. Egy, 1, 3, egy káv az 1,3 liter, azt hiszem. 9, 10 liter, liter. Elég komoly. Amra a papai vrédre bérhanon, ke hemez basz, Aztán a papara bérhanonnak pedig 5, 5 kávos volt a szerszáma. Van valami basz, lőjös a kávé, mások szerint 3 káv. De a papa guffé, bide kuridár penai. De papének pedig neki olyan nagy volt, mint azok, azok a kosarak, amiket e, e, Harpanában készítenek. Különben, <gülönbe> különben, hogy ez hogyan ide, nyilván a témához kapcsolódik, de van egy szép magyarázat, hogy az van írva, hogy a Kolagadoméha Véroly, Júzi, kint van -e a 18-as karika. Oké, okay, ne nehogy az NNMH megbüntesse bennünket. Oké, Kolagadoméha Véroly, Júzi, <gülön> Minél nagyobb valaki, annál nagyobb a rossz ösztöne. Magyarul, hogy az, hogy ilyen nagy rabbikról ilyen dolgok kapcsán is itt van szó, az azt kell mondani, ne gondold azt, hogy azért, mert valaki a nagyon nagy rabbi, és olyan nagyon nagy tudása, és olyan nagyon szent életű, akkor neki nincsenek kísértései. Ez pont fordítva, ha valaki minél nagyobb rabbi, vagy minél szentebb ember, minél nagyobb a tudása, annál nagyobb a kísértés is. Mert Isten a rossz ösztön mellé ad egy jó ösztönt, minél nagyobb a jó ösztön, áll, annál nagyobb a... ezek pariba vannak, és ezért azt akarja ezzel mondani, hogy a, lehet, hogy ezek nagyon nagy rabbik voltak, de ezeknek nagyon komoly volt a kísértésük is. Nem kell azt gondolni, hogy ezek az emberek szentnek születtek, és ilyenek voltak erre. És ennek a folytatása lesz a mostani történet is. Amrabi egy nagyon szép történet, között, egy híres történet. Amrabi Anni és Tájdem és a a Jusselájm. Azt mondta egyszer, Rabbi én vagyok az egyetlen szép fiú. Most nem a, a, tehát egy szép ember aki megmaradtam Jeruzsálemből a szentépusztulása után. Hajman de baj, mert ez a sufred rabén, nájtek, kasz, de szálka, nem pedig ez a rumor, de Ha valaki szeretné elképzelni, milyen szép, milyen gyönyörű volt Rabbi akkor vegyen egy ezüst poharat, ami most jött ki a, a ötvesztől. rakja tele gyönyörű vörös, ö, Gránátalma magokkal, rakja körbe rózsákkal, tegye ki a na sütő napra úgy, hogy a napfény, ahol megtörik az árnyékba, és az a fény, amit az visszaad, az a gyönyörűség, amit az, 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 az a látvány nyújt, az egy kicsit olyan, mint Rabbi Jaihanan gyönyörűsége. Én van, mert már, az, hogy tényleg ilyen gyönyörű lett volna Rabbi Jaihanan? amikor a gyönyörűségről van szó, akkor volt egy olyan mondás, hogy Rafka Hanna szépsége, olyasmi volt, mint hasonlított, nem volt olyan, de hasonlított Rabbi Abahu szépségéhez. a Abahu szépsége hasonlított Jákob ősatyánk szépségéhez. Jákob ősatyánk szépsége hasonlított Ádám az első ember szépségéhez. De Jéha nincs benne a felsorolásban. Tehát itt a szép emberek voltak elmondva, de Jéha nincs közöttük. Ez miért nincs közöttük? se Jéha, de hát ez pont nem hogy más a Jéha, ő szép volt, de az arca nem volt szép. Miért? Mert nem volt szakála. És ez itt, 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 akkor ezek a szép emberek, akik itt föl vannak sorolva, ugye azt, azt akarja ezzel mondani a, a Talmut, hogy a, a, a szellemi szépség, a spirituális szépség az kívül az embernek a, a, az arcára, kívül az embernek a megjelenésére. Tehát az igazán szép ember az belül is szép. É, és ez, ez e, erről van szó, szóval, amikor azt mondja, hogy a azt mondta, hogy mondja, nem azt jelenti, hogy minden szép ember belül is szép, de a belül szép ember az kívül is szép. Szóval a belül szép ember az kívül nem, nem lehet csúnya. Um, de mi Béhana, Have az a a Sárend Fila. Egyszer Béhana fürdött a folyóban, alámerült a folyóban. Amár, ki kis ne is ah, nem, bocsánat, beszél. Ez a következő történet. De kint ült a mikve előtt. A női mikve előtt. Miért? Azt mondja, hogy jönnek ki az Izrael lányai a mikvéből, mint filasz micva, miután alámerültek a micva merülés után, és készülnek, hogy a férjükkel a micvát teljesítsék, akkor útközben nem baj, ha látnak engem. Miért? Kéke de Ávni a Pirika vagyis, hogy olyan szép gyerekeik szülessenek, mint nekem. Mire rájszek a És azok a gyerekek olyan sok tórát tanuljanak, mint én. Ugye ennek külön mi a, de ez nagyon szép, nagyon, szép spirituális magyarázat, hogy a, a nemi aktus közben mire gondol a férj és a feleség, a tányában el van magyarázva a Habát könyvében, Idéz van a kabalából, hogy amiről gondol a férj és a feleség a nemi aktus közben, az befolyásolja a gyereknek a e, személyiségét. A gyereknek a. a, a, a igen, tehát hogy milyen, milyen természetért fog születni. És ezért írva van, hogy amikor a férj és a feleség az aktus közben vannak, igyekezniük kell szent dolgokra gondolni. E, és azt mondja, ezért, hogy ha nem ezt akarta segíteni, hogy ilyen nagyon szent rabit látnak útközben, akkor biztos nem lesznek bűnös gondolataik, vagy valamilyen rossz gondolataik az aktus közben. Azt mondták nekik a rabik. Azt, azt mondta neki. Azt mondták neki a rabik. Amről én a rabonon, nem félsz rabi úr a, 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 a szemveréstől. Ilyen szép vagy, tényleg, is ott kiülsz, magadra hozod a, a szemmelverést. Amelejó, Anna, mi zárad, hogy Jézsef Kasszín, és Lajos én nem Bisa, azt nem, Én Józsefnek leszármazottai közé tartozok, aki nem tudott úrá lenni a szemmelverés. Ahogy írva van, de szép, Benpajrész, Jézsef, Benpajrész, Ale, Aim. hogy írva van, i, i, Benporát József, Benporát József, em, a szem, sz, eh, sz, minden szem kedvese. Szerintem, amikor József végigment, Egyiptomban gyönyörű férfi volt József, de senki nem kellett rajta, senki nem verte szemmel, mindenkinek elnyerte a tetszését. és nem, Ugye egy másik, hogy honnan tudjuk, hogy József nem bántotta a szemmelverést, mert az van írva, hogy amikor József fiait megáldotta Jákov, akkor azt mondta, és sokasodjanak, mint a a halak, ugyanúgy, ahogy a halak nem láthatóak, és ezért nem lehet szemmel verni őket, ugyanúgy József leszármazottait nem, te, nem, ö, ö, József itt, nem tudja bántani a szemmelverés. Oké, okay. most jön a szép történetre Bjéhanana. Jébe meg hádávek a szakére járdan. Egy nap Bjéhanan a Jordán folyóban fürdött. is lakis, mi Saveliár Donel Bászrei. És Lakis, aki akkor még egy híres bűnöző volt, egy úton álló, meglátta hátulról a Bihana, és látta, milyen szép teste van, azt ez egy szép nő. Akkor átugrott a folyó túloldára, hogy szemből is lássa. É, egyszer tanultuk? Lehet. É, lehet. Erre csak megnézzük, hogy idézi -e, hogy volt-e valahol. Nem. nem. ez, ez volt egy előadásban idéztem, szerintem. Amelé eh, átugrott a folyón, és hát sajnos ez kicsit szomorúan látta, hogy nem az van, amire számított. Ez nem egy nő, hanem egy férfi. De azt mondta, hogy a Béhan, Amellé, te ilyen energiád van, akkor ezt a tóra tanulásba kéne fektetni. Amellé, Sufre, Sufre erre visszaszólt neki, igen, ha te meg ilyen szép vagy, akkor inkább nőnek kéne lenned. Hogy azt akart neki mondani, hogy eh, hát az, hogy én most tóra legyek, elkezdek tórát tanulni az én esetemben, ez körülbelül olyan abszurd, mint hogy te nővé legyél. Attól még, hogy szép vagy, nem leszel nő, attól még, hogy energiámban nem leszek tóra tudós. Amelé i, ha ja a hiszedes a piraminai. Azt mondta neki, tudod mit? Ha megtérsz, akkor odaadom feleségül neked a ugamat aki még szebb nálam is. Az kabilelej, akkor magára vette. Baj le, mide lesz, hogy ma hogy le, És magára lehet, hogy meg fog térni. És szóval vissza akar, miután akkor rögtön csubát csinált, de akkor vissza akart ugrani a folyó másik oldalára, de már nem tudott. Mert elfogyott az erő. Ugye a rossz ösztön az olyan erőt ad az embernek, hogy egy ilyen ügy miatt képes átugrani a folyón. Abban a percben, hogy már ne, ó, akkor már lement az energia. Akreve, Asné, és Sávé Gábre tényleg Rabbi Jöjjönön tanította Misnára, Talmudra, és egy nagy rabbi lett belőle, jöjjön meg Hadávon, Afrikba, Mindig, Lassa, Szájp, 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 Igen, Rajjön meg, ha a Ádám, Kacsi, Ma Ugye, tehát nagy rabbi lett, minden elvette a feleségül tényleg Rabbi Jöjjön a hugát, és közösen tanultak a, tanházban, és egy nap egy vita alakult ki arról, hogy különböző harci szerszámok mikortól várnak eszközé, olyan eszközé, ami tisztátalanná válik. Tehát ugye a, többször tanultuk, hogy a tisztátalanság szabályaihoz az azt tartozik, hogy ami eszköz, egy kész eszköz, az átvesz tisztátalanságot. Mikortól válik egy kard, egy. Um, um, vagy melyek, ami? Buzogány. Egy buzogány, egy, 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 egy sarló, mikortól válik eszközzé? Um, eszközé. Azt mondták a rabbik, onnantól, hogy elkészült. Mitől, mi, 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 honnan tekintjük úgy, hogy elkészült? Azt a Béhanan onnantól, hogy újra melegítik, a, miután kifaragták, újra melegítik, hogy amikor kiveszik a tűzből, akkor úgy megkeményedjen. És lakisan már mi se cáhcehme És lakis azt mondta, hogy nem, nem. Onnantól, hogy a forróból berakják a vízbe. A hideg vízbe. Amelé, ahá, liszta, de. Mert azt mondta neki, hanem, ah, te biztos jól tudod ezt, mert régen te használtad ezeket az eszközöket, te egy utonáló bandita voltál. Most ő ezt pozitívan akarta neki mondani, nézd csak meg, te micsoda egy nagy utat tettél meg, hogy te régen utonáló voltál, ma egy ilyen nagy rabbi vagy, ez egy óriási dolog, de, de és lak is azt hitt, hogy be akart neki szólni, hogy meg akarta bántani amelé um mája hantli, haszom rebi karuli, haha karuli, azt mondta, igen, és mi ott tettél te nekem? Az, hogy miattad megtértem, csúvát csináltam, az mit? Azt gondolod, hogy érte ez nekem valamit? Ott is mesternek hívtak, itt is mesternek hívnak. Nem? Mit akart ezzel mondani neki? Te azt hiszed, hogy én ezt azért csináltam, mert valami hasznom volt belőle? Hát végülis nem volt belőle semmi hasznom, mert ugyanott vagyok. Amelé. A hánilag dákre tehát tahasz és finna. Azt neki, hogy ne lett volna belőle hasznod? Istenhez közel hoztalak. Na minden esetre itt összevesztek, de Bélhanen és, Lakis, a tanítványa. Halas Dájtéd, de Halas és, Lakis, és nagyon meg, megharagudtak egymásra. És jött a felesége és Lakisnak, aki ugye a Bélhanen huga volt, és kérlelte az ap, a, 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 testvérét a, ami azt is azt mondja, hogy kérlek, bocsáss meg neki, a más nem a gyerekeim miatt. Ugye, hogy ne halljon meg, mert ha nagyon haragudni fogsz rá, egy rabbi haragszik, egy ilyen szent életű rabbi, akkor az halált okozhat. Nem, nem, inkább bocsáss meg neki. Amelé az, hogy azt mondja, hogy meha annyi ki Jeremiás, azt mondja, hagyjad a e, árváidat, majd én éltetem őket. És, ja, ez lesz, akkor majd én segítek. Ászem is nuszi? Amelé, a azt mondja, akkor legalább bocsáss meg neki, a, hogy, hogy, ne legyek özvegy. Azt mondja, erre idézte neki Jeremiás másik mondatát. Azt mondja, a özvegyeidet majd én fogom biztosítani. Szóval nem bocsájtott meg neki. Nacht sérdő simmel lak is, és erre meg is hal tényleg, és lak is. A kommentárok mondják, hogy miért nem akart megbocsájtani neki, és hosszasan magyarázzák, hogy amikor egy rabbit valaki megbánt, akkor az miért olyan nagyon súlyos, azért mert ezzel az egész az egész uh, autoritást kérdőjelezi meg, és ezért nem tud, ha akart volna, és tudott volna neki megbocsájtani. Mindenesetre Rabbi Yechen, amit Sztár Baszertú, nagyon sajnálta Rabbi Yechen, hogy végül is meghalt rá is. Amire van, már Lizé Lézfej le Dájté, az, de mi ha itt a nekem Lesznek a Rabbi Hú, hát szegény úgy sajnálkozik, olyan kicsit olyan depressziós. Ki tudná egy kicsit felvidítani valaki, aki tudná pótolni és lakist, oda tudna menni a tanházba, és tudna tanulni Rabbi Yekhan annal, hogy Rabbi Jéhanan kedve az visszajöjjön. Azt ó, oh, van egy kiváló ötletünk. De uh, mi Lazarben pedaszt, elküldték Rabbi azt, pedaszt, odaült Rabbi Jéhanan elé, és minden, amit mondott Rabbi azt arra ő ráerősített. Kolmizet Rabbi Jajonan, Tányi de Azt ó, oh, ezt mondta az igen, van egy bright ami megerősíti azt, amit mondtál. Uh, ha már átkváll a kisebb, bár a kisebb, már mint a Milszá. Hávi Márkesi, Esszimárbekus, azt mondta, hogy Fanklászimárbek, Prúki, Mailed, azt mondta, hogy ide után, ugye egy ilyen bologató János volt ez. Azt mondta, hogy ide után azt mondta neki, hogy jöjjön, hanem várjál csak. Mi nem ezért hívtunk ide. Hát, és Lakis, is, a régi tanítványom, amikor még élt, akkor az volt, hogy bármit mondtam, ő 24 kérdést föltett. És én voltam 24 választ adni. És ezzel, amit tanultunk, azt, azt, azt kifinomítottuk, azt, az, 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 az kifejlődött, az ott fejlődött, mert volt vita. Én nem azért vagy itt, hogy, itt ne, hogy, hogy mindenre borogassám, hogy jó, nagyon jó, amit mondasz, igen, ezt alátámasztja, az, azért vagy itt, hogy vitatkozzunk. De át a márt, tányi, de De mindig csak annyit mond, igen, igen, tanultuk egy másik helyen is, hogy, hogy így van, ahogy mondod. Attól lehet, hogy a sápirka én ne tudnám, hogy jól mondom? Hát nem azért hívtalak ide, hogy állandóan bólogass nekem, hogy igen, én jól mondom. Az hívtalak ide, hogy vitatkozz vele. Háveka azért, hogy karemane, mert a Bachi van már héha a kise, a és a Mirha annyira elkeseredett, széttépte a ruháját, és azt mondta, hol van és lakis, hol van és lakis az én tanítványom. Háveka cávach, add a és teljesen belebolondult ebbe. Elment a esze, megbolondult, É, erre a rabbi imádkoztak érte, hogy ne, ez illet, nem szép egy rabbi. Nem illik, hogy, hogy a, így, így megbolonduljon, úgyhogy meghalt. A oké, okay, idáig tartott a Béhalan története. Most visszatérünk Rabbi Lazarhoz. Rabbi Lazarnak ugye az volt a története, hogy ő ilyen besugó volt, és valakit átadott a hatalomnak, és sajnálta, mert nem tudta, hogy esetleg nem ártatlanul adta el át, aztán azt mondták neki, hogy nem, mert ő is bűnös volt, hogy ő megerőszakolta egy, egy lányt. Öm. Öm. És erre még mindig lelki is volt, és ezért kitermelte, hogy lecsapolta a zsírt magából, hogy megnézze, hogy nem rohad-e a zsír, emlékeztek a történetek. Hiába mindezt megcsinálta, még mindig nem volt nyugodt. Kabbalah leiszuli, és ez magára vett szenvedést. Van egy ilyen fogalom, hogy valaki azt mondja, én bűnt követtem el, és már ezen a világon, nem akarom megválni a túlvilágon, mert ezen a világon magamra akarom venni a szenvedést, hogy ez, engeszt, ki ez engesztelje. Hogy ment ez a szenvedés? Mindig úgy csinálta, hogy éjszaka vette magára a szenvedést. imádkozott azért, hogy szenvedjen. De mindig csak éjszaka, nem nappal. Miért? Mert nappal tórát akar tanulni, nem, az gondolt, hogy nem lenne helyes, hogy a szenvedés miatt a tóra tanulásból lemaradna. Ez mit csinált burtába, Michael és Iti Namti? De de mi tudsz, és simis, és kiba? Éjszakánként 60 van tudom, én tálcát raktak alá, és az mind megtelt vérrel és öm, öm, gennyel reggelre, mert a teste teli volt sebekkel, és az, az de maha ravdele idevi szőzsicsi mini Másnap reggel viszont mindig a felesége készített neki ilyen datoja süteményt, vagy ami ilyesmit, ami nagyon egészséges volt. Azt megette, és rögtön egészséges lett. Megint jött az este, megint ugyanaz, megint kérte, hogy szenvedje, megint beteg lett, reggelre le, megette, egészséges lett, tanult órát, és így ment minden éjszaka. De a felesége nem hagyta, hogy elmenjen a tanházba, hanem otthon kellett maradni mert féltette a felesége. Miért? Mert a rabbik nagyon mérgesek voltak a Lazara, mert ilyen besugó volt, és ezért sok rabbinak a családtagját is kiadta, és ezért nagyon uh, mérgesek voltak rá. Most egyik este hallotta a felesége, hogy mondja a rabbi, Ahai vereyai bo, mint mondta volna a szellemeknek, testvéreim, barátaim, gyertek, gyertek, okozzatok nekem fájdalmat. Magára hívta a fájdalmat, a szenvedést. E, reggelente meg azt mondta, menjetek. Ugye miért? Hogy elmúljon a szenvedés, hogy tudjon tórát tanulni. Egyik nap a felesége hallotta, meghallotta ezt. Azt mondta, nem szégyeled magad, amelé átka májszi le a láj? Ki a is szába? Azt mondta, tényleg? Hát e akkor ha nem is vagy beteg, ezt te magadra hozod ezeket a betegségeket? Hát azért az én apám, már az apám teljes vagyonát föléltem. Amiatt, hogy itt főzöm neked ezeket a jobbnál jobb ételeket, hogy meggyógyítsanak. És közben neked meg hát a megsértődött a felesége, én Mardé az És hazament az apjához. Elhagyta, elhagyta eh, Rebén Lazart. annak Sitin Szapinaj. Jó, de Isten nem hagyta egyedül Rebén Lazart. Egyszer csak megjelent 60 matróz. Állul és Sitin Ávde és ezek 60 szolgát bocsátottak rendelkezésre. Ki Nikiti Sinéti ár neki, és ezek 60 teli erszényt pénzzel ott hoztak. Abdul Eusiti minél ifta, és 60 e ilyen datolja süteményt csináltak neki minden nap, mint amit régen csinált a felesége. Vachin és ezeket minden este megette. Minden reggel megette. Jöjj meg a és Lele Bárte, Zilbaki Bávó, És a felesége közben nagyon kíváncsi lett, hogy most mi, mi van a férjével és elküldte a lányát, és szóval, mondja, már, nézd meg, mi van az apáddal. Mi e, mit csinál mostanában? Ászja amre lesz, zili inge alimach, se lannu gadul se lehem, se hajszak, én ilyen a Megjött a lány, akkor azt mondta neki, az apja, mondd meg az, a, a feleség, mondd meg az anyádnak, hogy a miénk nagyobb, mint az övé. Szerintem, hogy a tóra érdeme, az többet számít, mint amit ő csinált. Ahogy írva van a példameszédekben, olyan a tóra, mint a matrózok, akiknek az örökké való megélhetését messziről hozza. Ugye, mert messziről jött az én megélhetésem, most, hogy elmentél, matrózok hozták, de ez mind azért a tóra tiszteletére van. A kedves Barik, Nafik, nafikod, bévindarsa. Akkor így fölépült, akkor végén elment mégis a tanházba. Azt mondja, hogy sitti dama. És amikor fölépült, akkor hoztak neki 60. Ez a 60-as számében a történetben valami miatt Ádám visszatér. Biztos, hogy van itt egy mély, mély metaforikus jelentése a történetben. Mindenesetre hoztak neki 60 öm, vérmintát. Ez a vérminta ez azt jelenti, hogy ugye egy nő, ha nida, akkor ö, tilos a házas élet. De van, amikor nem világos, hogy ez most nida vér, vagy nem nida vér. Akkor azt a színe alapján, ha valaki jól ért, az meg tudja állapítani. És ez volt az ő feladat, hogy a, a, a vér ...ről megtutálba. Hoztak neki 60 ilyet. És mind a 60-ra azt mondta, hogy ez nem nida. És akkor így a asszonyok meg voltak engedve a férjüknek. Erre azt mondták a rabik, nézd csak meg! Lehetséges ez? Lehetséges, hogy mind a 60-ból egy sem volt, ami nida lett volna? Azt mondta nekik, tudjátok mit? Ha nekem volt igaza, és itt nem volt, és itt egyik sem volt nida, a gyerekek, akik fognak születni ezekből a nemi aktusokból, legyenek mind fiúk. Mi történt? Á, ah, ha nem volt igazam, akkor legyen köztük egy lány. Mi történt? Született 60 fiúk. <laughs> Lászik, hogy lérem, lazrás és mind a hatvanat elázának nevezték. Mert a, a, ő érdemébe születtek. Ugye ma azt mondta volna, hogy nem kóser, vagy, vagy hogy nida a vér akkor nem lehettek volna együtt a férjükkel, és akkor... Oké. Eh, okay. a Rebi, a Priya, és az azt mondta, nézd csak meg, a gonoszság mennyit tartott vissza a szaporodja sokas, hogy Miért? Mert mi volt az egész történetnek az eleje? Hogy azért hagyta ki a tanházat, és azért zárkózott be otthon, hogy szenvedhessen, miért szenvedhessen, mert bizonytalan volt benne, hogy esetleg az, akit feladott, mint besugó, az nem érdemelte meg a halált. Közben pedig megérdemelte. Akkor az a, az a besugó, nem a besugó, az, akit ő feladott, és aki megérdemelte a halált, miatta, ha nem lett volna ez az egész történet, mennyivel több, többet lehettek volna együtt a, a asszony, az izrael lányai és izrael fiai, és mennyivel több gyerek született volna, és mennyivel jobb lett volna. Milyen kár, hogy ez nem így történt. Háveka náchnapsé, amelédviszélyed, amelédvedrábaldriszé aláj, műlemelszék viszába, hogy még ez a literikusabb rész következik. Ha meghalt, akkor azt mondta a felségem, figyelj, én tudom, hogy a rabik mérgesek rám. Ugye, miért? Mert amikor besúgó voltam, akkor több e, e, rokonokat is be, feladtam. És nem fognak engem szépen eltemetni. Uknim beliszé, ezért ne temess hanem vigyél fel a padlásra. Lőjtach doli és ne fejtőlem hogy ott, ott, lesz a padlás, egy holtest. Amire is volna, hogy Istálé imed is Echanan, de Istálé de Viszéjú, Simon, azt mesélte ennek kapcsán, és hogy nekem mesélte Rabbi Echanan, Jainasan anyja, aki viszont Rabbi Simon lányától hallotta. Lői pachos mi tamné szari, lői tfej mi esztrém trénysani, ugniszibá lisza, nem kevesebb, mint 18, és biztos, hogy nem több, mint 22 évig volt a padláson. A holttest. Ki a egy ány nevül vizé, ki hávami stám, többi nevi a És ha fölment valaki a padlásra, és megnézte, ha egy hajszála ki lett tépve fe a fejéből, akkor egy kis vér jött ki. Magyarul, hogy a... Azt akart ezzel mondani, hogy van egy ilyen misztikus értelmezés, amit az előbb ugye mondtunk, hogy a testet, ha egy szádiknak a teste nem bomlik szét, a férgek nem férnek hozzá. Miért? Mert egy olyan szent életű ember, a test szép, akkor a teste az már az nem, az, az nem a fizikai mi volt hanem a spirituális tartás által az, ami, és azért ez nem bomlik szét. És ez azt jelenti, hogy a lélek tulajdonképpen nem, most nem röviden akarom elmagyarázni, a lényeg az az, hogy a lélek miért elhagyja a testet, miért van halál. Mi mit olvasunk? A bűn miatt van halál. Azért van halál, mert Ádám és Éva bűnöztek, és ahogy az ő esetükben kollektíva a bűn okozta a halált, úgyhogy minden ember életében miért van halál? Mert a vétek miatt. Ha mi az, az ember vétkezik, a lélek, ami egy szent valami, nem tudja örökre elviselni a létet a testben, ami vétekkel bepiszkolódott. Be De De valaki nem vétkezik, akkor a lélek igazából csak azért hagyja el a testet, mert van egy ilyen kollektív bűn, ami Ádám és Éva bűne. De valójában a lélek nem köteles elhagyni a testet, mert a, a test a szent. Ezért lesz majd a halottak feltámadásánál, ez a halottak feltámadása, ez erről szól, arról szól, hogy a test az már nem lesz a bűnnel fertőzve. Egy szádiknál a lélek elhagyja a testet ugyan, de nem olyan szinten, nem annyira hagyja el, mint egy átlagembernél. És ezért a test az ugyan nem él, de valamilyen szinten épp marad, és egy kicsit olyan, mintha még vegetálna. És ezért lehet lehetséges, hogy 18 évig ott volt a padláson, és ha kihúztak egy hajszálat, az vérzett olyan, mintha egy élő ember lett volna. Ki oké, ma hada de Egy nap fölmentem, mesélik, és láttam, hogy egy kukac jött ki a füléből. Halasdájtér, megijedtem. Oppá valami nem stimmel, akkor a férgek mégis hozzáférnek a testéhez. <tosz> és házili bechel ma ameli löjmidi hávé, jöjj és hádás műszor, az szóval a a beszélni, és már aznap megjelen nekem álmomban, és azt mondja, ne aggódj a férgek miatt. És mondja, nem az, nincs mit aggódni, tudod miért volt? Az, mert egy bűnt elkövettem egyszer. És hallottam, hogy valaki gúnyolódik Arabi arabik között, és nem... Ee, nem emeltem fel a szavamat. Hallottam a gúnyolódást, és ezzel elkövettem egy bűnt, és ezzel félre egy kicsit hozzáfért a fülemhez. Fantasztikus történet. Jöjjön, mert és oké. Ki hába azt mondja, hogy Dina, hába Baba, Amar, Már, Milsa, Már, Milsa, Nafi, Kalomán, Milsa, Amar, Isplain, hát a Kajma, Isplain, az Ákai. Sőt, olyannyira jelen volt, annyira jelen volt a halála után is, hogyha két embernek vitája volt, nem mentek el a bíróságra, oda mentek a lakáshoz, és az egyik elmondta a padlás alatt, elmondta, hogy én ezt gondolom, mintha a bíróság előtt lennének. Szóval én meg azt gondolom. És erre kijött egy hang, és azt mondta, neked van igazad, vagy neked van igazad. Szóval ott kommenták azt, hogy ezt úgy kell érteni, hogy egy intuíció lett bennük, hogy ú, uh, akkor nekem szóval már nem is kell elmenni a bírósághoz, mert ő, mintha jelen lett volna, és igazságot tett volna közöttük. Jöjjön a a Mitzna, de fura. Egy nap a felesége, az özvegye összeveszett a szomszéd asszonya, aki elkezdett gúnyolni azt, hogy ah, legyél olyan, mint a férjed, akit még csak el se temettek. Hoppá, amire bannan kulla, háj, bádaj le jóra hára. Erre azt mondták, arra, hogy hú, ez már túlzás. Tehát, hogyha gúnyolódnak rajta azért, mert nincs eltemetve, akkor ezt nem szabad hagyni, el kell, el kell, temetni. Most már jött az ide, hogy eltemessük. Iked Amreb Simeben Jéhanan, Nizházele Bechelma, Ameléjú, Preida, Ahász, Jéhanan, Nézhelem, Én láttam, hogy Ricsim, Eszli. Mások szerint nem emiatt temették el, hanem azért, mert megjelent a rabbiknak az álmukban, Reb ben Lazar, aki Reb aki már nem élt akkor, és azt mondta, van nekem egy kedves eh, madárfiókám, és nem engeditek hozzám. Azt mondja, Engedjétek már föl a túlvilágra, mert amíg nem temették el, Addig ott volt a lelke, az, az, az ott, ott, ott maradt. Ő, ő nem, nem ment fel a túlvilágra. Az Rabbi lássuk be, hogy Safkob Erre a Rabik elkezdtek foglalkozni a temetésével, de a Akbaraja lakosai, ahol a holtest a hol volt, nem engedték nem engedték őket eltemetni. Miért nem? De Korsani, de Hávén Naimre, azon, és Simon Bán Jasszai, Lai Szajek, Hájer, Rálem a Száj. Mert mi azokban az években, amikor ott volt a holtást, és nem volt eltemetve, az egész város meg volt kímélve a vadállatoktól. Érdekes dolog, hogy a, a Kavala azt mondja, a zsidó misztika azt mondja, hogy egy, egy állat lát olyasmit, amit egy ember nem. Ember, Isten megengedi az állatnak, az állatnak nincs olyan fokú öntudata, mint az állatnak, ezért olyasmit is lát, olyan spirituális, olyan szellemi, misztikus dolgokat is lát az állat, amit egy ember nem lát. Miért? Mert az ember látná, akkor belebolondulna. Az állatnak az nem. És ezért ugye olvassuk Bilám szamarának, ugye, hogy látta az angyalt a kinyújtott karddal, amit Bilám nem látott. Ehm. És az állat például egy szádikot, egy szádiknak a kisugárzását megérzi, ő látja az isteni szellemet, ami rajta van a szádikon amikor az, a holttest ott volt, és uh, a, cádik, a cádiknak a szelleme rajta volt a városon, a vadállatok féltek bejönni a városba. És ezért ők nem akarták, hogy eltemessék, mert eltemetik, akkor vége. Akkor nincs, akkor, akkor nem lesz. Uh, erre mit csináltak? Jöjjön a Háda Máli, kipuri mindenki Puri Háda, Háda Tridi, Sadra, biri, Lévné, Birivás, Kula, Árszévám, Tőle, Márszedávó mit csináltak a karambik, Mégis el akarták temetni. Egy nap, Nyomkipur előtti nap volt, Erev Jomkipur, a legbizibb nap, a legjobban el akarnak elfoglalva az emberek. Na, ezt kihasználták, és a szomszéd faluban áthoztak embereket, és azok eltemették az apjának a barlangjában. Mi az apja barlangja, ugye ki volt az ő apja? Rabbi Simon Bar Yochai. Rabbi Lazar akiről most végig szó volt, az a fiarabbi Rabbi Simon nak a Zohár szerzőjének. Nem csoda, hogy ilyen misztikus történeteket az előre. És Rabbi Simon Bariukhány volt az, akiről korábban tanultuk, hogy egyszer mondott valamit a rómaiakról, valami csúnyát, és azért e, inkognitóba kellett mennie, és elrejtőzött egy barlangba 12 évig, az emlékeztek, az van írva, hogy betemette a saját fiával, ezzel a betemette magát a homokba, e, hogy a ruhája ne kopjon, nyakig betemette volt egy Szent János kenyérfa, egy patak, és azon éltek, éltek 12 évig, és a tórát tanulták. És ez az, a, gondolom, ez a barlang, ahol el volt temetve utána az apja. Ugye ő volt az, aki álmukban megjelent a rabiknak, és mondta, engedjétek a kis fiókámat hozzá És most akkor ebbe a barlangba eltemették Rabbi Lazart is. Shalach Rabbi Le Dabeg erre, amikor meghalt, és eltemették, á, bocsánat, még előtte. A achna de harbe azt maas, amrele achna achna pischa picha, de ikan ez ben egyszer avi Akkor odaértek a barlanghoz, ott volt egy kígyó. Azt mondták a kígyónak, kígyó, kígyó, nyisd ki a szádat, és engedd be a... és engedd a fiút az apjához. És is van misztikus dolgot, jelent, gondolom, a kígyó az a bűn, nem tudom, a lényeg az, hogy enged eltemetni. Oké, okay, megtörtént. Eltemették Rabbi Lazort. akkor Salah Rebi le Dabbe Akkor az özvegyének megkérte a kezét Rebi. El akart tenni a feleségül. Salah le Klisni, Stámis Baj és Stámis Baj feleségese volt őszé. azt mondta, neki, figyelj, egy eszköz, amit egy szent dologra használtak, azt most lehet profán dologra használni. És magára gondolt. Engem használt a Szent, akkor te meg ennyi, de ezt nem akárkinek mondtak, ezt Rebinek mondta. A Mishna szerzőjének. Tamanomrin, Bászedname Marja Bészetala, Zájnek Kulbara, Ája Kulszatala. Ez olyasmi, mint amire azt szoktuk mondani. Egy fogas, amire a ház Ura akasztja a dolgait, arra akaszthatja a, a dolgait. Szóval így, így utasította vissza a, 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 a Rebit és léne hídbe tőre gadol menne, vagy más gadol menne, erre neki, jó, hát lehet, hogy ő nagyobb tóra tudós volt nálam, de csak nem azt akarod mondani, hogy jó cselekedetekben is nagyobb volt nálam. És akkor né. De mi a gadol, mi a dána? De más a dána, de a azt mondta a felesége, az, hogy a tórában nagyobb volt a nád, azt nem tudom. De hogy a cselekedetekben nagyobb volt áldozatban, biztos vagyok. Miért? Mert nézd meg, minden éjszaka magára vette a szenvedést, ugye, ahogy ezt az előbb E, tanultuk. Töjre Májhi. Oké, okay, akkor a Tórában miért volt nagyobb a Tóra tudásban? De ke havi azt vele, simi megem lévrebi és jövőn karha szávszalli azt, vagy ke májrebi, de az Történt ugyanis egyszer, hogy simi megem lévrebi és rebi és jövőn karha, ültek a tanházban, és nekik jutott szék, rebinek, és rebi lazarnak nem jutott szék, ők a földön ültek. Áron maksu, ume farku, és ott ültek, és ott vitatkoztak a bölcsekkel. Amin mi mélyen mondom, hogy én mi felakár, látták a bölcsek, milyen okosak ezek a fiatalok. Azt nem lehet, hogy ők a Földön üljenek. Mi tőlük tanulunk, és ők ülnek a Földön. Avnulé József Szaljászka, Niu. csináltak nekik helyet, és ők is fölültek a székre. Amire most én mondom, Lié, Préda, Hászés, Lébé, Méhe, Mát, Máksim, Lábdaim, Menni. Ach, a Rebi, erre megszólalt Rabbi jön Megam Lél, akinek ugye a fia volt Rebi. Azt mondta, van nekem egy kis fiókám, és csak azt akarjátok, hogy a szemmelverés tönkre tegye? Ilyen fiatalon a bölcsek közé ültetitek, akkor ennek rossz vége lesz. Erre visszaültették a földre. Amire mi a körha misé, és a jávi misé, én a jávi Erre megszólalt Rabbi Simon meg ah, akinek van apja az éjjel, akinek nincs apja, az halljon meg. Rebinek az apja volt, Rebbi Simengam Lél ő figyelmeztette a bölcseket, hogy vigyázzunk ezzel fiatalokat, ne ültessük közénk, mert még szemmelverés lesz a vége. De, de Lazarnak már nem élt az apja, Simon Bályokháj, és erre azt mondta, akkor ő neki meg kell halni, ő maradhat az öregek között. Ach, nem ide Rabbi Lazar, Simon, erre visszaültették Rabbi Lazar, Rabbi Simon is a földre. Halsa nájté, erre Lazar megsértődött, amár kaha a hát hújjaim, eh, 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 azt mondta, csak nem azt úgy értitek, hogy én egy szinten vagyok Rebivel, hogy, hogy ahogy, ha őt visszaültetétek a földre, akkor nekem is visszakerülnem a földre. És ezek után, hogy bizonyítsa, hogy ő nagyobb tudású, mint Rebi, e, a, a, Áda úgy, hogy meg kiállva, mert Rebi műnc, szállva, mi szállva, Rebi lazab, Rebi sim, kámélek ki, amár e, Rebi, jésli hasiv, amélek lazab, sim, Zajcsú Vaska. Zajcsú ha. Oké, okay. nem más, már holnap fogjuk folytatni. A lényeg az, hogy eh, utána bebizonyította be, be, be a Lazerben Lazar hogy ő a tóra tudásban nagyobb, mint Rabbi. Kedves barátom, idáig tartott a mai tanulás. Szép, egzotikus történet volt, és holnap még folytatódik. Köszönöm szépen a figyelmet, a leges legjobbakat kívánom, viszont látás!